tűzütött ki egy több emeletes lakóházban péntek éjjel Lyon egyik külvárosában. A szerencsétlenségben 10 ember életét vesztette, köztük 5 gyerek. A legfiatalabb áldozat mindösszesen 3 éves volt. Emellett további 4 ember súlyos, 10 könnyebb sérüléseket szenvedett. Őket kórházban kezelik. Francia lapok szerint a tűz egy földszinti lakásból indult, és onnan terjedt felfelé egészen a 3. emeletig. A Guardian információi alapján a tüzet először hajnali 3 óra 12 perckor jelentették a mentőszolgálatnak. Az első tűzoltóautó pedig már 12 perccel később a helyszínen volt. Az oltásban 170 tűzoltó vett részt, akiknek reggelre sikerült megfékezniük a lángokat. A hatóságok a tűz okát egyelőre nem ismerik. A francia belügyminiszter ugyanakkor egyeztetett Emmanuel Macron elnökkel, és azt ígérte, kiderítik, hogyan alakulhatott ki a tűz.